Hogyan készült? A Hogyan készült mai adásában. Légcsavaros csónakok. Éljen a sebesség. Hagyma. A mindent elsöprő illat forrása. 3D-s fémnyomtatás, az információk új dimenziója. És végül éves szekrényajtók, a valóság elgörbült kivetülései. De először... A légcsavaros hajók lapos fenekű csónakok, amelyeket hatalmas légcsavar repít előre. A hajó gépészeti elemei a vízvonal felett helyezkednek el, és a hajónak alig van merülése. Így a járművel igen sekély vizekben, mint ártereken vagy mocsarakban is akadálytalanul lehet haladni. Ezeknek a hajóknak a kormányzását a légcsavar mögé erősített függőleges vezérsíkkal oldották meg. Egy ilyen csónak maximális sebessége elérheti a 100 kilométert is óránként. Maga a hajótest 5 mm vastag alumínium lemezből készült. A hajóépítők egymástól 18 cm-re lévő alumínium betétekkel teszik merevebbé a hajó fenéklemezét. A merevítők beállítása után egy tartókonzol rögzíti az egyes elemeket, miközben azokat végleg a helyükre hegesztik. A hajó oldalát szintén alumínium lemezekből alakítják ki. A hajó orrát hegesztés előtt felgörbítik, hogy jobb legyen a közeg ellenállása. A hajótest végül a kereszttartóval megerősített hátsó lemezzel nyeri el végső formáját. A hátsó lemez fölé hullámterelő lemezt erősítenek, ami a felverődő vizet hivatott távol tartani a hajóból. Ezt követően különféle elemeket hegesztenek a hajó orrára, egyrészt, hogy merevebbé tegyék, másrészt, hogy rakodórekeszt alakítsanak ki benne. Miután ez is megvan, a hajóépítők egy igen ellenálló műanyag betétet erősítenek a hajó aljára. Ez akkor is megvédi a hajó fenekét, ha a jármű esetleg egy sziklának ütközne. Ha ezzel is végeztek, a hajó belsejét epoxi gyanta és festék keverékével fújják le. A sajátos struktúrájú bevonatot hálónak nevezik. A hajó külsejére speciális alapozó kerül, amelyet két réteg vízálló festék követ. Eközben elkészült a vízvonal fölötti vász szerkezet is acél, illetve alumínium csövekből. Ez a vász tartja a motor elemeit, a két üvegszál erősítésű ülést és a műszerfalat. A motor erejét bordás szíj segítségével közvetítik a légcsavarhoz. Ez a modul áttételei révén a hasznos tartományba redukálja a motor fordulatszámát. Enélkül a légcsavar túl gyorsan forogna és előbb-utóbb darabokra esne. A motort saját állványra erősítik a két ülés mögé. A rögzítését igen erős csavarokkal oldják meg. A motor alá kerül a 190 literes benzintartály, leghátulra pedig a motor alumíniumból készült hűtője. A szerkezetet a hajótest merevítő betéteihez erősítik. A helyükre kerülnek a padlóburkoló elemek, illetve a három személyes pad is az alatta lévő tárolórekesszel. A hajó kipufogó rendszere rozsdamentes acélelemekből készül, és speciális pántokkal rögzítik a motor leömlő csövéhez. A kipufogó cső másik fele egy szintén rozsdamentes kipufogó dobba torkollik, az onnan kivezető kipufogó cső pedig a hajó mögé vezeti a fölösleges gázokat. Helyére kerül a védőkeret is, amely a propellert és a motort hivatott elszigetelni a hajó utasaitól.
A három légcsavarlapát szénszálból készült. A hajó haladási irányát alumínium vezérsíkokkal lehet irányítani. A botkormányt és a lemezeket erős bovdenek kötik össze. Az ehhez hasonló kisebb hajók tökéletesen alkalmasak vadász vagy horgász célokra. Ám léteznek 18 személyes modellek is, amelyekkel teljes turista csoportokat lehet kirándulni vinni. A mocsarak felejthetetlen élményt nyújtanak mindenkinek. Én is kipróbálnám egyszer. A történészek szerint az ember időtlen idők óta fogyasztott, akkoriban természetesen még vadon termő hagymaféléket. Az ember később áttért a termesztésükre, és ez az erős ízű növény nem sokára valamennyi nagyobb kultúrában fontos táplálékká vált. Az ősi Egyiptomban egyenesen imádták ezt a növényt, mivel belső szerkezete az élet örökkörforgását szimbolizálta. Ma már speciális gépek húzzák ki a gumókat a földből. Miután a termés egy-két napig szárad, egy másik gép felszedi és egy kosaras tárolóba halmozza őket. Hogy ne romoljon meg, a hagymát érdemes 1-2 Celsius fokos hőmérsékleten tárolni. Ezért a szántóföldről beérkezett hagymákat először egy hűtőcsatornába helyezik, ahol egy hatalmas ventilátor mintegy kifújja belőlük a meleget. A hagymák 5 óra alatt érik el a tárolási hőmérsékletüket. A beérkezett hagymákat fajta és méret szerint osztályozzák, ezután eladható porciókban adagokba csomagolják, vagy feldolgozásra továbbítják őket. A feldolgozóban a hagymák szállítószalagra kerülnek, amelyek a hámozó és aprító állomásokra repítik őket. A vágókorongok egyszerre távolítják el a hagyma alját és tetejét. Beírdalják a héjat is, hogy könnyebb legyen lehámozni. A hagymák ezután egy speciális hámozógépbe kerülnek. Innen víz és levegő segítségével távolítják el a lefejtett fedőrétegeket. A hagymák elhagyják a hámozót és a minőség ellenőrző munkások elé kerülnek, akik azonnal eltávolítják a sérült és foltos darabokat közülük, illetve eltüntetik az esetleg rajtuk maradt héj darabokat is. A következő gép ózonnal dúsított hideg vízzel mossa le a hagymákat, hogy elpusztítsa a rajtuk lévő baktériumokat. Biztonsági okokból a hagymákat még egy fémdetektor is átvizsgálja. Az eddig eljutott hagymákat ekkor szeletelik, illetve kockákra vágják. A szeletelő gép soron a hagymák speciális cső alakú adagolókba kerülnek. Alattuk állítható magasságú kések dolgoznak, amelyek másféltől a 25 mm-es vastagságig képesek felszeletelni a hagymát. A munkások később összegyűjtik az egész szeleteket és 2 kilós adagokat állítanak össze belőlük. A tálcákat szállítószalag szállítja a következő géphez, amely fóliával zárja le őket. A fólián mikronyílások találhatók, így a hagymát frissen tartó oxigén bejuthat a csomagba. A kockázógyártó soron eközben forgókések aprítják a hagymát 3-25 mm-es kockákra. A felkockázott hagymát hideg vízzel öblítik át. A darabolás során ugyanis levek szabadulnak fel a hagyma húsából, amin a baktériumok azonnal szaporodni kezdenének. A hideg víz azonban megelőzi a romlást. A következő lépésben a hagymakockák a szárítógépbe kerülnek, ahol megszabadulnak a felesleges víztől. Egy automata mérleg egyforma adagokat készít belőlük, majd továbbítja az adagot. Amikor a megfelelő mennyiség összegyűlt, egy csapóajtó nyílik ki, és a kimért porciók az alulvárakozó csomagokba kerülnek.
Az éttermek hatalmas zacskókban rendelik meg a felkockázott hagymát. A csomagológép a fóliából elkészíti a zacskókat, és még külön le is zárja azokat. Az élelmiszerhálózatok számára a gyár kisebb kockázott vagy szeletelt hagymaadagokat készít. Hűtőszekrényben a jó minőségű hagymakészítmények akár egy hétig is frissen elállnak. Az igazán elfoglalt szakácsok számára jobb segítség nem is létezhet, vagy csak egyszerűen ellustultak. Szünet után megnézzük, mire képes a 3D-s fémnyomtatás, és hogy készülnek a görbített szekrényajtók. Tartsanak velünk! Üdvözlöm Önöket! Az összetett fémidomok elkészítése általában több heti aprólékos kézi munkát kíván, amely során bonyolult öntőmintákkal kell zsonglőrködni. Ám a 3D-s fémnyomtatókkal sokkal egyszerűbb a munka. Ezek a gépek finom porrétegekből készítik el a később nagy hőmérsékleten szilárddá varázsolt fémtárgyakat. A 3D-s fémnyomással egészen összetett térbeli tárgyakat lehet létrehozni automatizált eljárással. Minden tárgyat számítógépen terveznek meg. A késztermékek ebben a dobozban állnak majd össze. A technikus bekapcsolja az elektromos melegítőket, és igen finom rozsdamentes acélport szór a gépbe. A meleg megakadályozza, hogy a porszemcsék idő előtt összetapadjanak. Ezután a dobozt betolja a gépbe, majd a puffertartályt szintén feltölti fémporral. Erre majd később lesz szükség. A gép lassan felviszi az első porréteget. A nyomtatófejhez egyszerre több vezeték szállítja a ragasztót. Ez az anyag a féle gyenge ragasztó, amelyet a nyomtatófej igen vékony sugarakban fecskendez ki. Miközben a nyomtatófej előre-hátra mozog, a fémporral borított tálca felett kötőanyagot fecskendez a számítógép által pontosan meghatározott pontokra. Ahogy a nyomtató végzett az adott szelvény rajzával, nagy teljesítményű fűtőelemek szárítják meg a kész réteget. Ekkor egy henger egy újabb réteget terít a lapra, melynek vastagsága a milliméter tört része. A nyomtatófej pedig egy új réteg kötőanyagot fecskendez a tálcára. Így a tárgy alulról indul növekedésnek. Az egész nyomtatási eljárás néhány órát vesz igénybe. Miután a rétegek elkészültek, a félkész terméket 24 órára 180 Celsius fokos kemencébe helyezik. Így a nedvesség elpárolog és a ragasztó még erősebben köt. A felesleges fémport leszívják, és előbukkan a ragasztóanyag által összetartott fémszemcsékből készült késztermék. Gyenge légáramlattal eltávolítják a fölösleges porszemeket. Ilyenkor a munkadarab még nagyon porózus, nagyjából 40% levegőt tartalmaz. Olyan törékeny, hogy akár kézzel is el lehetne törni. Egy másik tálcára szintén acélport adagolnak. Itt fogják bronzzal megerősíteni a munkadarabot. Előbb egy tartóvázat készítenek, amely a következő eljárás során megtámasztja a törékeny munkadarabot. A dobozt óvatosan feltöltik alumínium-oxid szemcsékkel, ami szintén támasztékot nyújt a munkadarabnak. Ez az apró lemez akadályozza meg, hogy az alumínium szemcsék kifoljanak. Most jöhet a bronzpor.
Az edényt ekkor 24 órára 1100 fokosra hevítik. Ekkor a bronz megolvad, és a munkadarab úgy felszívja akár a szivacs a vizet. A bronzzal átitatott munkadarab most már igen erős. A tartóvázat kalapáccsal verik le róla. A különleges alkotás mindössze pár nap alatt elkészült. Most már csiszolhatják, aranybevonatot kaphat, festhetik a megrendelő igénye szerint. Akár látványos ajtófogantyúkat kell gyártani, akár különleges szobrokat, a 3D-s fémnyomtatás sokkal gyorsabb a hagyományos módszereknél, és jóval kevésbé költséges náluk. Kip-kop, a kopogtatók készek. A fürdőszobákban vagy a konyhákban a dekorációs anyagokat többnyire fából vagy márványból készítik. Az íves ajtajú szekrények szintén nagyon feldobják a helyiség képét, ám a különleges darabok igen költségesek, mivel többnyire egyedi megrendelésre kézi munkával készülnek. A legtöbb ilyen szekrényajtó előállítása igen összetett folyamat. A gyártás minden esetben egy műszaki rajz alapján indul el. A program közvetlenül vezérli a fa megmunkáló gépeket. Miután minden szükséges munkadarabot kivágtak, mindegyiket átfuttatják a csiszológépen. Ez egyszerre simítja le az alsó és felső felületeket. A szekrényajtó egy központi panelből áll, amelyet keret vesz körül. Ez a gép kiválja a függőleges keretszárakat, és hornyot vág az oldalukba, amelyhez majd a központi panel illeszkedni fog. A központi panel elkészítésekor az egyik munkás először egy jó minőségű deszka szélét vágja formára, speciális alakúra. A deszka oldala éppen olyan szöget zár be a felülettel, hogy többet egymás mellé helyezve szabályos ívet alkossanak. Miután a hosszúkat is a központi panel méretéhez igazították, egy másik munkás egy újabb gépen futtatja át őket, amely az élüket ragasztóval vonja be. Az előkészített darabok egy összeszerelő keretre kerülnek, amelyet a központi panel íve szerint állítottak be. Az egymás mellé helyezett darabokat a gép szorosan egymáshoz szorítja. A ragasztó 20 perc alatt köt meg. Ha a ragasztó megkötött, az íves idom egy számítógép által vezérelt marógépbe kerül. Ez a gép töretlen ívformájúra csiszolja végig a központi oldal mindkét felét. Ez az ajtó domború lesz. Lehet készíteni homorú szekrényajtókat is, de akár S-formájúakat is. A marógép most egy másik fejjel megformálja a panel széleit. Kialakít egy hornyot is, amely majd a kerethez fog illeszkedni. Ugyanez a gép akár feliratokat vagy egyedi motívumokat is képes a felületbe marni. Ó, milyen szép! Ezután egy szintén számítógép vezérelt csiszológép simára varázsolja a panel felületét, előkészítve ezzel a festésre és a lakkozásra. A keret vízszintes elemeinek elkészítése bonyolultabb, mint a függőleges elemek legyártása, hiszen ezeknek ugyanolyan ívesnek kell lenniük, mint a központi panel felső és alsó felének. A munkások meleg ragasztóval vonják be a falemezeket, majd egy nagy nyomású présgép alá helyezik őket. A présgép szorosan összepréseli a lemezeket. Ekkor nagy feszültségű elektromos árammal aktiválják a ragasztót, amely szinte azonnal megköt. Az egymáshoz ragasztott elemek a présből kikerülve olyanok, mintha egyetlen darabból állnának.
Miután a ragasztó végképp megkötött, egy számítógép által vezérelt marógép ugyanolyan dekorációs elemeket mar a keretbe, mint amilyen a központi panelre is került. Levágja a sarkokat is, hogy a függőleges és vízszintes keretlécek tökéletesen illeszkedjenek egymáshoz. Már csak a keretet kell a központi panelra erősíteni. Az egyes elemek hornyai hajszál pontosan kapcsolódnak egymáshoz. Az elemeket a száradás idejére, azaz nem egészen fél órára egymáshoz préselik. A szekrényajtó most már készen áll a festésre, lakkozásra. Ebben a gyárban 10 féle fából és számtalan színben készítenek hasonló szekrényajtókat, úgyhogy a változatok száma végtelen. Rendelhetünk zártat, ablakosat, világosat, sötétet. Mind remekül fog mutatni otthonunkban. Ha tehát kedvünk támad mocsarat járni, lovagoljuk meg a hullámokat. Ha bonyolult formákat kell előállítanunk, nincs okunk a sírásra, mert most már tudjuk, hogyan készülnek.